Szétszúz a bab király! Szétlő a bab maló! Szoktam improvizálni, tavalyi darabban is volt egy pár, ahol kicsit átalakult a jelenet, de mivel nem szóltak, hát ezért úgy maradt. Legjobban, amit várok, az az én kis lovacskám, mert azzal imádtam lovagolni. Az most többet fogok gyakorolni, hogy nagyon látványos legyen, tehát nagyon buta legyen, ahogy ez az őrült, beképzelt babkirály felszáll egy ilyen hintalóra, és azzal elindul. Ez a mi földünk, hátkapás! Ide nem jössz be, kis göré! Vagy véged, pofon és tasli kapható, megsoroz jól egy babmanó, haver az öklöm kőkemény! Nem érted? A lehető legjobban ugyanazt kell csinálnunk mind a kettőnek, és nem válhat el attól a szerep, hogy nem én csinálom, vagy hogy nem ő csinálja, hanem ugyanazt kell pontosan látni a közönségnek. Tehát nem lehet az, hogy amiatt egy másik babszemjankó legyen, hogy én vagyok, vagy ő. Talán ez a legnehezebb, ez a legnagyobb kihívás a dologban, hogy mondatról mondatra, szóról szóra ugyanazt csináljuk. Hú, de nehéz dolgod lesz, Tomika. Azt a mennyi. Neked lesz nehéz dolgod. Hé! Akartok még a képetekbe? Mi nem fáradunk ám el.